November 24-én a Málenki Robot emléknapjának előestéjén ünnepélyes keretek között emléktáblát avattak Sajó Ecsegen. Inklovics László, a település polgármestere ünnepi beszédében elmondta, a településen 1944 és 45-ben úgynevezett gyűjtőtábort hoztak létre, ahol körülbelül 300 hadifogolyt és civileket is fogva tartottak. A köszöntőt követően leplezte le a Gulág Emlékbizottság támogatásával készült emléktáblát, melyet az elhurcoltak tiszteletére készítettek. A Gulág Emlékbizottság által kiírt pályázaton az emberi erőforrások támogatáskezelői támogatásával, finanszírozásával egy emléktáblát avatunk. A Szovjetunióban elhurcoltak emléknapja előestéjén, 2012-ben Magyarország kormánya november 25-ét a Szovjetunióban elhurcoltak emléknapjává nyilvánította. Ezen apropóból terveztük így ezt a mai napot. És hát valójában Sajó Ecsegen a 44-45-ös évben egy gyűjtőtábort üzemeltettek román őrzőkkel, és innen vitték tovább őket Salgótarján irányába, ahonnan a gulág táborokba osztották szét őket. Ennek a apropójából döntöttünk úgy, hogy elindulunk a pályázaton, szeretnénk egy méltó emlékhelyet állítani ennek az időszaknak.